Ne hadd! Nem. A torkod? Nem a torkod fáj? Nem. Az utolsó lakó és családias környezetbe költözik az ország egyik legnagyobb bentlakásos intézményéből, a Gödi Gondviselés Háza fogyatékossággal élőket ellátó otthonából. A 200 halmozottan sérült embert ellátó helyet 2018-ban vette át a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Szemléletváltást hoztak, építkezni kezdtek, hogy a rossz körülmények közül mindenkit kimenekítsenek. Az itt lakók zömét az elmúlt években már kiköltöztették, most a legsúlyosabb állapotban lévőkön a sor. Az anyagiakon kívül mérhetetlen erő, elhivatottság, figyelem és szeretet kellett ahhoz, hogy egy ilyen horderejű vállalkozást sikeresen véghez vigyenek. A máltaiak munkája példaértékű és utat mutat a többi hasonló intézménynek, hiszen országszerte még mindig 17 ezren élnek hasonló óriás intézményben. Mesélne nekem az érzéseiről, hogy amikor először bejött ebbe a házba, akkor mit gondolt, hogy mit érzett? Szörnyű. Szörnyű volt. Nagyon rossz érzés volt. Jártam már nagy intézményben korábban is, de ez egy szörnyű hely volt akkor. Szürkület is volt, hideg is volt, és nem volt egy jó érzés. Ez egy régi kastélyépület. Igen, tulajdonképpen most sétáltunk át a kastélyépületen keresztül. Ez egy 100 éves kastélyépület a maga adottságaival. Szia, Seri! Seri is itt lakott nagyon régóta, igaz? És azt... Igen. És aztán kiköltözött 2 évvel ezelőtt egy lakótomba, és akkor visszajár a nappali intézménybe. Örülök, hogy látok Serikát. Valamikor sok száz évvel ezelőtt az a társadalmi gondolat bukkant föl, hogy a fogyatékos embereket zárjuk ki. Tehát rakjuk őket külön, már tőlünk külön, és rakjuk őket egybe. És akkor ezt leöntöttük egy olyan szószal, hogy hát ez tulajdonképpen a fogyatékos embereknek is jó, mert ők akkor ott egymás között ott milyen jól el vannak, és hát tulajdonképpen nekünk is jó, mert nem látjuk őket. Ennek a gondolatnak megy ellen az, amit itt a Szeretett Szolgálat csinál, hogy 8-12 fős házakba költöznek ki innen az emberek, személyre szabott körülmények közé. Csak az tud közlekedni, akinek van egy külön kilincs, de a lakók ezeket nem tudják használni, csak ha engedik őket. És amikor majd átmegyünk az új épületekbe, akkor azt lehet látni, hogy mennyivel másabb az, amikor a biztonság mellett megjelenik egyszerűen a szabadság is. Az mindenkinek jár. Úgyhogy ezt az egész programot vagy projektet, aminek a keretében ennek az intézménynek az elhagyása zajlik, azért is neveztem el kilincs projektnek, mert azt gondolom, hogy a végére mindenkinek hozzá kell jutni a saját kilincséhez. Ez az ajtó a nagy intézményből származik. Ez 40 éven keresztül választott el embereket egymástól. Ugye egy ajtó össze is tud kötni, meg kapcsolatot is tud teremteni, de ez sokkal inkább az én elképzeléseim szerint, vagy az én világomban, ez inkább elválasztotta egymástól az embereket. Lehet látni rajta az elmúlt 40 év nehézségeit, és persze ezen az ajtón sincsen kilincs. És amikor a házszentelő volt, akkor azt kértem az itt jelenlévőktől, hogy segítsenek egy kicsit szimbolikusan ezt a múltat lezárni, hogy meg tudjuk nyitni az újat, a jövőt. És akkor hoztam egy vastag láncot, és készítettem oda lakatokat. Néhány méterre a régi épülettől emelték a 2 új lakóotthont. Az egyikben a legsúlyosabb egészségi állapotban lévők a fekvőbetegek, a másikban az önmagukra és környezetükre kockázatot jelentők számára alakítottak ki emberséges lakókörnyezetet. Akik eddig a rács mögül csak a falat láthatták, azok most az alacsonyabb ablakpárkányoknak köszönhetően kinézhetnek a kertbe, sőt, ágyastól kitolhatóak a teraszra. A speciális sínrendszer segíti az eljutást a tágas fürdőbe.
A tenni akarás és a szeretet csodákra képes. Így születhetett meg ez a két biztonságos ház, mely emberhez méltó életet biztosít lakóinak. Kati, egy picit kell hangosan beszélni Tibivel, mert a hallókészüléket nem tetted be. Tudom. Na, jó, akkor én is tudom. Milyen az a lakás? Nagyon szép, kultúrát rendezett lakás. Tehát vendégeket fogadunk, mint ahogyan hétvégén is vendégek voltak. Mi mozgatja? Azt hiszem, hogy ez a dolgom, feladatom. És nem a munkaköri leírásom szerinti feladat, vagy a munkaszerződésem. Még csak nem is a közvetlen feletteseim elvárása, hanem nem tudom, erre kaptam lelket. Hogy annyira hagyja az a meggyőződés, hogy méltóságot adni mindenkinek. Igen. Nem lehet úgy élni. Hogy? Hát, hogyan ott élnek az emberek? Szóval, aki, tehát aki azt látta, az vagy én, na, én láttam, és én nem mehettem el emellett szó nélkül, vagy tett nélkül. Mit gondol Péterről? Hát, hogy nagyon aranyos, kedves, és egy tiszteletre méltó embert ismertem meg benne. Én úgy látom, hogy nagyon szeretik itt a többiek is, a lakók úgy általában. Igen, nagyon szeretnek a lakók, igen. Mindegyik lakó nagyon szeret engemet. És Péter? Pétert is, igen. Valaki úgy mondja, hogy hosszú fejű. Az a kedvességnek a jele szerint. Kedvességnek a jele, így van. Nagyon-nagyon sok ember az, aki támogat ebben, meg hozzáteszi a maga tudását. És mindenki nagyon elkötelezetten csinálja, tehát ez nem kérdés. Ebben az egészben hol van az Isten? Mostanában sokat van eszemben az a zsoltáros idézet, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. És bízom benne, hogy ez nem egy hiába való fáradozás. Fantasztikus volt, Tibikém! Ügyes vagy! Köszönöm szépen!